Székely udvarhelyre irányult az ország bowling rajongóinak figyelme, hiszen a Septimia Bowling részlege szolgál a negyedik alkalommal megrendezett Nemzeti Amatőr Bowling Liga döntőjének helyszínéül. A bajnokság döntőjét tartják tehát udvarhelyen a tornán, a több hónapos selejtezők és bajnokságok legjobb csapatai képviselik Bukarestet, Brassót, Jászvásárt, Kézdivásárhelyt, Buzaút, Csernavódát, Nagybányát, Konstancát, Szobáltát, Szebent, Lúgost és természetesen Székely udvarhelyt is, közel 100 résztvevő érkezett a Septimiába. Udvarhelyi színekben két csapat, a Kék Frankos és a Kápáról játszik, ők heti két alkalommal tartanak edzéseket, ahol a dobó technikájukat erősítik. A háromnapos bajnokság alatt nem csak az ország három legjobb amatőr csapatát, hanem a legjobb egyéni amatőr versenyzőket is díjazzák, összesen 20 csapat vesz részt a döntőn. Verzár Lóránt, a házigazda intézmény gazdasági igazgatója úgy látja, az, hogy Udvarhely ad otthont a döntőnek, a városmarketing szempontjából is figyelemre méltó. Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy ezt a sportágat, a bowlingot, azt minél többen játsszák sportszerűen. Ezzel a városnak a turisztikai értékeit is próbáljuk bemutatni a vendégeknek. Hát minden vendég kap tőlünk különböző ilyen reklámanyagokat, ugye a városról, mint az itteni ilyen turisztikai lehetőségekről. A bajnokság nyilvános, tehát várják a szurkolókat, nézőket is. Ma reggel 10 órakor kezdődtek a versenyek, és éjfélig tartanak. Szombaton ugyanez lesz a program, vasárnap pedig reggel 9 órától fél 6-ig lesz vetélkedő, utána a díjkiosztóra kerül sor.